Szent István fődiakónus és első vértanú erekjéjének körbehordozásával kezdődött a templom szentelés Vásárosnaményban. Kocsis Fülöp érsek metropolita az első századból származó erekjét, azaz egy kis csontszilánkot a templom oltárába helyezte, majd viasszal fette le. Úristenünk, ki üdvözítőnknek benne való megjelenésével a Jordán vizét megszentelted, küldd le most is szent lelked manasztját, és áld meg ezt a vizet, hogy oltárodnak megszentelésére és tökéletessé tételére szolgáljon, mert áldott vagy örökkön örökké. Az érsek metropolita az oltárt is megszentelte, majd Grunda János pasztorális referens tartott beszédet. Kedves testvérek, az Úr van ezen a helyen, és mi már tudjuk, hiszen érsek atya olajjal és az egyházunk imádságával fölszentelte ezt az épületet. Isten lakóhelyül és a mennyek országának kapujává. Jákob olajjal megjelölte ezt a követ, érsek atya olajjal, aztán szentelt vízzel és tömjénnel megjelöltük ezt a helyet, így ez a templom jellé vált a környék és a város lakói számára. A Szent Demeter vértanú nevére keresztelt templom homlokzatán és kupoláján már láthatók a monostori Viktória festő által készített ikonok, és tervezik az ikonosztázion kialakítását is, melyet Nagy Sándor fafaragó művész készít majd el.